Odakint rozsdás kockalada. Odabent lassan veterán korba érő mélykék levehető tetős Porsche sportkocsi. A budai mélygarázsban ma délután már csak ez az egyetlen Porsche állt, pedig tegnap még három másik is itt parkolt a bérleteseknek fenntartott helyeken. Az átlátszó írta meg, hogy a kéken kívül ez a fekete, a zöld és a sárga Porsche is ugyanannak a gyűjteménynek a része. A tulajdonos pedig nem más, mint Matolcsi György jegybankelnök fiának, Matolcsi Ádámnak egyik cége. Mindegyik sportautó targa kivitel, ami a levehető keménytetős változatot jelenti a gyártó modelljei közül. A legöregebb 28 éves, a legfiatalabb 10. A legerősebb 345, de a leggyengébb is 250 lóerős. A négy autó együtt több mint 1200 lóerős. Az általunk megkérdezett szakértő szerint manapság egyre nagyobb divat, és gazdaságilag is megéri úgynevezett youngtimer autókat gyűjteni. Az utóbbi 10 évben elég jelentősen elindult, főleg a léghűtéses Porsche ára fölfelé, ezért aki ezekből vásárolt, az jó befektetést csinált, mert ez az ár tendencia, ez várhatóan folytatódni fog a következő években, ahogy ezekből az autókból nyilván egyre kevesebb lesz majd a nemzetközi piacon. Hogy mennyit fizetett a kocsikért, azt nem tudni, de külföldi használt autós hirdetések alapján összesen több mint 70 millió forintot érhetnek. A cikk megjelenésekor még mind a négy autó ebben a mélygarázsban parkolt, így csak a tárolásuk havonta több mint 160 ezer forintba kerülhetett. Matolcsi Ádám ma nem válaszolt híradónk megkeresésére. Az átlátszónak írásban elismerte, a négy Porsche 911-es valóban az ő tulajdona. Azt írta, befektetési céllal vásárolta az autókat, és azért egyforma típusokat, mert abban bízik, hogy később drágábban tudja eladni mind a négyet egyben. Matolcsi Ádám több más befektetésével is bekerült a hírekbe az elmúlt években. 2017-ben az egyik cégén keresztül ő vette meg az Origót, hogy aztán tavaly évvégén odaajándékozza a frissen alakult kormányzati médiaholdingnak. 2015-ben megvásárolta a veszprémi Balaton bútorgyárat. Ehhez apja, Matolcsi György unokatestvérének azóta csődbe ment bankjától kapott hitelt. A Balaton bútor azóta több közbeszerzést nyert, és kapott 600 millió forint visszanemtérítendő uniós támogatást is.